Kint jelen Nagyon szemben, örülök hogy ez annak, hogy mi tudunk Zhongzhong részt venni a Zhezuo mai konferencia, Chanqing azért is, Dalai hogy Hui, a magyar miniszterelnök Orbán úr, ő kijelentette a keleti nyitási politikát, és nem régóta a kínai kormány szintén kijelentette egy új hívjuk egy övezet, egy út politikát, és ez a két politikát összehangban van, és mind a kettő szeretne, hogy megerősíteni a két ország közötti gazdasági együttműködését, és mi fontosnak tartjuk ezt. Szinte a kínai ezt a egy övezet, egy út politikának a állomása az egyik Magyarországon, és nem régóta aláírják a két miniszter, a külügyminiszter között megállapodást, és Magyarország lehet az első ennek a politikának a állása Európában. És mi van, ha mint egy a sikeres befektető, mi örülök annak, hogy örömmel láttuk, hogy minél több kínai befektető tud jönni Magyarországra befektetni, és mi szeretnénk is ebben segíteni, hogy mi is azon dolgozunk, ami iparban minél több kínai honfitársunkat a potenciál befektető bevonni Magyarországra, és együtt tudunk erősíteni a két ország közötti együttműködéséhez. Van, a magyarországi befektetés a jelenleg a közép-keleti Európában a legnagyobb kínai befektetés, és mivel mi már 3 éve vagyunk itt Magyarországon, és jobban ismerünk, nagyon ismerünk a magyar politikát, vagy a gazdasági és befektetési környezetet, és szintén a fejlődés során nagyon sok segítséget, támogatást kaptuk mind a kínai és magyar kormánytól, és mi most, ahol vagyunk, nekünk majd egy iparpark Sino-Hungary Borsod gazdas fejlesztési övezet, és ez pedig a régi iparparkot próbálunk fejleszteni, moderebb és jobb iparparkot. Mi sok segítséget kaptunk mind a két kormánytól, és mi szeretnénk visszaadni valamit azon, hogy a mi tapasztalainkkal, a mi tudásunkkal, a mi az egész kapcsolatrendszere és a technológiai támogatással, hogy segíteni minél több befektetőt jönni Magyarországra. Azt kell mondanunk, hogy Magyarország egy jó ország, és jó fejlesztési, vagy jó befektetési környezettel rendelkezik, és aki szintén a két kormány közötti nagyon kapcsolat van, és lehet mondani most a legjobb szakasza a két ország közötti kapcsolatának, és az a keleti nyitás és az egy övezet, egy út, ez mondjuk a magas szintű már kiépíteni egy plafont, de hogy tudunk ezt a plafont, hogy színpadot jobban használni, ez pedig vállalatok közötti a munkától függ. És mi szeretnénk igen, vállalni ezt a fontos szerepet, hogy tudjuk egy példát mutatni, tudjuk minél több segítséget nyújtani a mi honfitársainknak, szintén a magyarok és a magyar vállalatnak is, ha valamelyik vállalat szeretne Kínában megjelenni, vagy kínai piacot hordani, akkor ebben is tudunk segíteni.